Ezek a táncoslábú diákok is a Baktalórendház iskolába járnak. 3 éve indult el az intézmény felújítása, így most mindenki nagyon örült, hogy sikeresen be is tudták fejezni a beruházást, így örömmel vágták át a projekt lezárását jelző szalagot a tornaterem új sportpadlóján. A tornacsarnoknak a teljes padlózata sportpadlóra lett cserélve, az összes nyílászáró, mind a 30 nyílászáró ki lett cserélve. Kicserélte a kivitelező a világítást, egy sokkal modernebb világítótesteket szerelt föl, és a kiszolgáló helyiségekben is az összes mosdó felújításra került, nagyon modern fürdők, mosdók kerültek kivitelezésre, amellett, hogy a tornacsarnok mellett egy akadálymentesített mosdó kialakítása is megtörtént. Ezen kívül a következő nagy lépés egy régen várt könyvtárnak a kialakítása. Az iskolának nem volt állandó könyvtára, és most nagyon örülünk, hogy egy modern új könyvtárban fogadja majd a diákokat. Emellett a tanárikban a padlózatot és a teljes bútorzatot is kicserélték. A dolgozók és a diákok is nagyon örültek a felújításnak, hiszen ahogyan beszédében az igazgató fogalmazott, a megújult munkakörnyezet nem csak jó hangulatot kelt, hanem a munkahatékonyságot is növeli. A projekt átadón az Agrárminisztérium helyettes államtitkára elmondta, nagyon fontos, hogy ne csak 21. századi tudást adjanak át a diákoknak, hanem azt 21. századi környezetben tegyék meg. Azt gondolom, hogy ma már a mezőgazdaság az nem a sáros gumicsizma. Tehát olyan digitális fejlődés van ebben is, hogy aki ebben a gazdasági ágazatban kívánja a jövőjét megtalálni, pláne ebben a térségben, ahhoz mi a tudást biztosítjuk. Ma már ugye nem mondhatjuk el, hogy a mezőgazdasági tudás is majd apáról fiúra száll, bizony sokat kell hozzá tanulni, hogy a új ismereteket megtanulják a diákjaink. Nekünk meg az a célunk, hogy minél többen akarjanak a mi szakmáinkkal foglalkozni, hiszen a mezőgazdaság csak így tud megújulni, hogy a generációváltás is folyamatosan lezajlik, amihez pedig a mi iskoláink elengedhetetlenek. Bagdán Boglárka hozzátette, a fejlesztések azért is nagyon fontosak, hogy az elkövetkező generáció is itt helyben találja meg a boldogulását.